2 perce Balczó Zoltán, Jobbikos képviselő. A szót egy-egy percbe kell reagálnom, hát természetesen félreértés nem lehet. Hát mi nem azt akarjuk, hogy az a törvény maradjon, hogy a holokauszt tagadást büntetik, a kommunizmus tagadását bűneit nem. Teljesen világos, hogy a Fideszt is azt javasoltam, hogy amikor 98-2002 között kormányon volt, és a vélemény nyilvánítás szabadsága volt a fontosabb, térjünk vissza ahhoz, ugyanúgy, ahogy az LNP is azt javasolta, hogy ezt vegyük ki. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a bűnöket ne ítélnénk el, félreértés ne essék. Tehát én azt hiszem, hogy nem a magyar társadalom döntő az képen az, amelyik hihetetlenül rosszul fogadná esetleg egy olyan törvénymódosítást, amelyik eredményeképpen ez a büntethetőség megszűnik. Én úgy érzem, nem a magyar társadalom háborodna föl ezen, lehet, hogy ehhez önöknek bátorság kell, de meg kellene tenni. A másik az, hogy szó sincs róla, hogy ne éreznék, hogy a bűnözés kapcsán, vagy akár nevezzük nevén cigány bűnözés, amelyiknél világos, hogy nem kollektív bűnösségről van szó, nem genetikai eredetűről van szó, bizonyos szociokulturális körülményekről. Mindent meg kell tenni, hogy ezek a körülmények megváltoznanak. Nagyon fontos, más közeg legyen, a cigányvezetők is másképpen működjenek, az iskoláztatás nagyon fontos, munkahelyteremtés. Tehát gondoljuk meg, miért vonzó egy szakközépiskola elvégzése, azt követően egy 100 000 forintos fizetés egy olyan cigány fiatal számára, vagy nem cigány fiatal számára, aki ilyen közegbe él, amikor bűnöző életmóddal mellette ennek az ötszörösét el lehet érni jövedelemben, ha előállítják a rendőrséget, ha a harmadik nap otthon van, a kettő össze is függ. Ehhez a kiemelkedéshez motiváció kell, segíteni kell, támogatni kell, döntsük el majd, mi az, hogy szegregáció, mi az, hogy segítség, ebbe szakmailag meg kéne állapodni, ez egy közös feladat, na de egyúttal a bűnt meg büntetni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, Balczó képviselő úr.